Bós Gyula, fényképész, Vannak vidékek, Barangolás a homorod mentén, címmel nyílt kiállítás a Kultúrkúriában. Na hát, Gyula, itt vagyunk Bicskén a Kultúrkúriában. Én azt gondolom, egy fantasztikus kiállításnak volt a megnyitója az elmúlt héten. Mielőtt elkezdtük a riportot, beszélgettünk arról, hogy hogy is születtek a képek. De beszéljünk egy kicsit a mindennapokról. Mesélj magadról pár gondolatot, és utána átérünk a szabadidős tevékenységre, a fotózásra. Zsámbékon élek, Zsámbékon születtem, ide jártam Bicskére gimnáziumba, ezért is örültem, hogy ezt a kiállítást létrehozhattuk, mert egy kis kötődéssel. Ez a kötődés ezért így jól jött. És hát én fényképész vagyok, a végzettségem nyomdaipari fényképész, most egy nyomdaipari előkészítő cégnél dolgozom, hát most már 27 éve, és a fotózás megmaradt kikapcsolódásnak, és főleg Erdélyben. Igen, említetted ezt a tájegységet, és most már közel 10 éve, vagy több mint 10 éve jársz oda visszatérően. Beszéljünk egy kicsit ezeknek a fantasztikus alkotásoknak az előzményeiről, a születéséről. Amikor először kint voltál, és akkor utána évről évre mi az, amit sikerült megörökítened? Igen, nagyon régóta szerettem volna kijutni, a szüleimnek van ott baráti család. Mindig féltem, meg közben jött magánéleti, gyerekek születtek, egyebek, és akkor 10 éve jött el az a pillanat szerintem, hogy meg kellett érni erre, hogy meghívtak ott egy képzőművészeti táborba, és alkotótáborba, és akkor kimentem, és az első élményem annyira erősen megfogott ez a pár nap, hogy onnantól kezdve nem tudok szabadulni. Nem csak a fotózás, meg az, hanem maga az életmód, az emberek és a táj szépsége, ez megfogott. Határoljuk be a nézőknek, így tájegységileg, hogy hol is járunk pontosan, illetve az ott élő emberekről mondjál pár gondolatot. Igen, hát a kiállítás címe is az, hogy Vannak vidékek, ez egy Kányádi versnek egy idézete, és Barangolás a homorod mentén. Ez a homorod mente, ez udvarhelyszéken, székelyudvarhely mellett található, a Hargitáról indul két kis folyócska, a kis homorod, nagy homorod, és ez mellett található kis falvak élete látható itt a képeken. Minden képhez én azt gondolom kötődik bármiféle pillanat, élmény a részedről is. Ugye itt láthatjuk a széke emberek mindennapjait, a fantasztikus, tényleg tájegységen lévő tavak, illetve különböző olyan földrajzi formákat, amik egyediek. Hogy élték meg az ottani emberek, és hogy élted meg te, hogy ilyen alkotások születtek? Hát ők nagyon nyitottak, de nekik ez a mindennapi életük, és nagyon barátságosak, szeretik a vendéget, és... Mit tapasztaltál az ottani élettel kapcsolatban? Hát igen, egy picit másabb, mint nálunk. Elég erőteljes még a mezőgazdaság, ezen a részen az állattartás, és hát az életszínvonal sem olyan magas, de na, ők nagyon jól, tehát nincs ez, nem probléma ez, nyilván másabb egy kicsit az élet. Gyula, én azt gondolom, hogyha valaki így látja őket a mindennapokban, egy kicsit én azt gondolom, hogy magáinak is érzi az ottani dolgokat, beszélj az élményeidről, mik azok, amik mondjuk egy olyan pillanatkép, például ugye itt láthatunk különböző foglalkozások, mint seprűkészítő is, hogy tehát a vele való kommunikáció, illetve a vele való élettapasztalatok milyenek. Igen, ezt nem mondtam el, hogy közben olyan sokat jártam ki, hogy lettek itt fotós barátaim, és tagja lehettem, nagyon büszke vagyok a Homorod Fotoklubnak, mint egyetlen magyar tag, azóta már még egy tag belépett Magyarországról, Danis János, de én voltam az első, és ez a klub nagyon sokat segített, és a klub vezetője, aki barátom lett, Hátszegi Csaba, nagyon sokat segített, hogy tehát barátilag és ismerősként megyünk be emberekhez beszélgetni, és amikor egy kicsit már oldódott a kapcsolat, akkor fotózgatunk. Tehát a seprűkészítő bácsi is már elhunyt, de nagyon készségesen megmutatta, hogy kell elkészíteni a kis műhelyében a seprűket. Nagyon jó beszélgetni, meg kínálnak borra, pálinkával, persze nem ez a lényeg, de barátságosak. És minden egyes képhez tényleg az, hogy a gyerekeknek például az a játék, hogy elkérik a lovaskocsit
az apukától, és akkor ott a faluba hajtják, és nevetgélnek, és mennek vele. Tehát teljesen más világ, kicsit visszafogottabb, mint az itteni rohanós. Ahogy belépünk itt a kúriába, itt az előtérben látható jó pár fényképezőgép, illetve egy album is, amely ugye a teremedről szól, erről mondjam már szót, kérlek. Igen, hát az albumot csak egyedi, magamnak készítettem, mert erre volt lehetőség, egy darab készült belőle. A fényképezőgépek pedig némelyik a sajátom, de a legtöbbet azt barátoktól, ismerősöktől kaptam, amikor megtudták, hogy gyűjtöm a fényképezőgépeket. És van köztük nagyon értékes, meg inkább technikai lényegű gépek. A legidősebb, az nem is tudom, de ilyen nagy formátumú sík filmre fotózó. Úgyhogy próbálom az egészet, nem csak a régi gépeket, hanem minden formátumban is minden korszaknak megfelelő gépet gyűjteni. Visszatérve az alkotásokhoz, ugye azért minden alkotónak van egy kedvenc képe, vagy egy kedvenc pillanata. Megítélésed szerint neked melyik volt ez, amit örültél, hogy kattinthattál akkor, és mi volt az, ami így a legbensőség? Hát sok ilyen van, de itt a legjobb talán a szénégető, ez a Gondban című képem. Az még a legelső között készült, és őt nagyon szeretem. Visszatérsz még erre a környékre, és mi az, amit még szeretnél onnan magadénak tudni? Természetesen visszatérek. Hát minden évben 3-4-szer kint vagyok, az összes szabadságomat erre. Nem pazarlom, elköltöm el. És hát vannak témák a közelben. Egyre szűkül és egyre érdekesebbek lesznek, ugye, mert vannak azok, amik nekem még újdonságok, de hétköznapi, és akkor aztán most már, hogy bele tudunk menni a mélyébe, és ismeretségek vannak, és az emberek jobban beengednek a kis intim szférájukba, ezért sokkal több témák, most már újabb, érdekesebb témákat is tudunk találni.